A műsor támogatója, a sport elkötelezett híve az Unika Biztosító ZRT. A műsor támogatója a Telekom. Kevesebb, mint egy esztendő, egész pontosan 362 nap, és kezdődik a londoni olimpia. Jó napot kívánok! A Magyar Olimpiai Bizottság jelenleg 32 főt nevezhetne a játékokra, de természetesen a kvalifikáció elindultával ez a szám radikálisan emelkedni fog. Nézzük, mivel várjuk ma önöket! Már minden az olimpiáról szól lassan Londonban. Kassa Róbert szerezte az első európai kvótát az öttusázóknál. A férfi kajak négyest edzés közben lestük meg, és ott voltunk Csipes Ferenc női csapatánál is. Egy különleges forgatás kapcsán megismerhetjük a Lajos szobát, Mocsai Lajos szövetségi kapitány az otthonában fogadott minket. Egy esztendő múlva, ahogy már említettem, a nagy győzelmekről, fantasztikus sportolókról szólnak majd a beszámolók. Most viszont még van időnk foglalkozni a helyszínnel. Nézzük London, hogy várja az olimpiát. Kevesebb, mint egy év múlva, 2012. július 27-én elkezdődnek az öt karikás játékok. A 30. nyári olimpiának London ad otthont, így az angol főváros lesz az első olyan város, amely története során harmadszor rendezheti meg a játékokat. 1908 és 1948 után gyújthatják meg újra az angolok az olimpiai lángot a stadionban. Az előkészületek rendben zajlanak, a szervezők már tesztelik a létesítményeket. Egy év múlva kezdődnek a londoni játékok, a létesítmények elkészültek, már a próbák, a tesztversenyek zajlanak. Biztosak szeretnénk lenni benne, hogy semmiféle probléma sem lesz. Nagyon sok ember dolgozik azon, hogy minden rendben menjen, és minden sportolónak, aki ezen az olimpián részt vesz, a lehető legjobb körülmények, magas színvonalú ellátás álljon a rendelkezésére, hogy a lehető legjobban szerepelhessen és a legmagasabb szinten teljesíthessen. 5 évvel ezelőtt Szingapurban döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság London javára. Az angol pályázat a végső szavazásnál Párizst előzte meg 4 szavazattal, de maga mögé utasította Moszkvát, Madridot és New Yorkot is. Az angolok új létesítményeket, a korábbi már felépített épületek felújítását és ideiglenes beruházásokat ígértek, és rögtön munkához láttak. A korábbi és jelenlegi sportcsillagok pedig az építkezés minden lépésénél jelen voltak. Nagyon nagy dolog, hogy 5 éve megnyertük a pályázatot, és idehoztuk a játékokat. Büszke vagyok, és ez a legnagyobb dolog, amit tehettünk. Először vagyok ebben a stadionban, de libabőrös leszek, mert látom, hogyan valósulnak meg korábbi álmaink, amikor az események itt zajlanak majd a stadionban. Egyszerűen csodálatos. A pekingi olimpián még csak 15 éves műugró, a hazájában is talán a világban is nagy népszerűségnek örvendő Tom Daley már világbajnoknak mondhatja magát. Olimpiai érme azonban még nincs. A fiatal sportoló talán éppen itt szerezheti meg az elsőt. Soha nem láttam még ilyen létesítményt. Teljesen eltér az eddigiektől. Még a pekingitől is. Különbözik a medence, az adottságok. Más méretek, más érzés. Egyszerűen fantasztikus. A 9-szeres olimpiai bajnok atléta Carl Lewis is izgatottan várja a 2012-es eseményeket. A munkafolyamatok során közelről figyelte a 80 ezer férőhelyes olimpiai stadion építését, a távolugrógödör kialakítását és a leendő futópálya helyét. De a korábbi kiváló sportoló nem csak az atlétika után érdeklődik. Ha valaki elmegy egy olimpiára, akkor érdemes megismerni az ország kultúráját, a lakosokat, és hogy milyen sportágokat szeretnek. Sokan megkérdezik például, hogy milyen a wimbledoni teniszpálya. Én azt mondom, viccelsz, azt látni kell. Oda kell menni, át kell élni, hiszen minden idők legnagyobb olimpiájára készülnek a londoniak. A pekingi olimpia egyik legnagyobb sztárja, szintén olimpiai bajnok sprinter Usain Bolt volt, aki feltehetően Londonban is megmutatja, mire képes a jamaikai villám. Londonban szerepelni az olimpián a jamaikaiaknak nagy lehetőség. Megmutathatjuk, mit tudunk, és meg is fogjuk mutatni. Én nagyon várom már ezt a különleges élményt. A rajtig még majdnem egy évet kell várni, arra pedig 10 hónapot, hogy az olimpiai láng körútja után megérkezzen a házigazdákhoz.
74 településen 8000 ember fut majd az olimpiai lánggal az Egyesült Királyságban, miután 2012. május 19-én elindul Lánchendből. Izgatottan várjuk a napot, szeretnénk, ha minél többen átéreznék az olimpia jelentőségét. A legnagyszerűbb dolog az lesz, amikor a láng megérkezik a stadionba, és ezt a helyszínen már mindenki nagyon várja. Első európai öttusázóként Kassa Róbert szerzett olimpiai kvótát. Igaz, ez a kvóta nem személyre szól, de a fiatal magyar öttusázó akár befutó is lehet. Szia, Ancikám! Szia, Kicsi! Mit főztél? Az egyik kedvencedet, sülcsét, két sok zöldséggel. Másfél óra múlva már vívás lesz, és jó is, hogy nem eszek ilyen nehéz kaját. Kassa Róbert öttusázó tányérjába minden nap a saját kertben termesztett zöldségekből sportolói igényeinek megfelelő ebéd kerül. Arról, hogy 25 évesen is kiérdemli a szülői gondoskodást, az idei londoni világkupa döntő a fényes bizonyíték. Az kellett, hogy ne legyen kvótáról szó aznap. Pont akkor voltatok kint most először ezen a versenyen. Hát életem legnagyobb élménye volt. Egy ilyen versenyen a londoni olimpiai helyszínén, és te megnyerted a versenyt, és meg kvótát is szereztél az olimpiára, hát ez ennél fantasztikusabb élményt nem is tudtam volna elképzelni. Már csak annyika, hogy meg kell nyernem utód azt a nagy versenyt, amit megbeszéltünk, mert akkor te is lerakod a cigarettát. Úgy legyen. Bár az is igaz, hiába övé Európa első öttusa kvalifikációja, akárhányan szereznek kvótát, csak két magyar férfi utazhat az olimpiára. Ez egynapos öttusa verseny volt, és az olimpián is egynapos öttusa verseny lesz, úgyhogy az is csak egy verseny, oda kell menni, és lazán meg kell mutatni, amit évekig gyakoroltunk. Ennyit az egészséges önbizalomról, no meg a kiegyensúlyozott családi háttérről, amelyhez a kutya is hozzátartozik. Hagyj egy kocsit. Eleinte ő volt a futópartnere is. Ez már kedvenc sportág a helyszíne, a Honvéd edzőterme. Ha ugyanis kivételesen nem saját klubjában, a KSI-ben edz. Bejövök a vívóterembe, megérzem ezt az szagot, vagy illatot, vagy nem is tudom, ezt a vívó pástoknak az illatát, akkor teljesen már be is melegedtem, és már veszem is fel a plasztromat, és szeretnék vívni. De nem csak magának köszönheti, hogy ő a legjobb vívó a magyar öttusa válogatottban, hanem mesterének is. Egész különleges emberi vonásokkal van ő ellátva. Nagyon lelkiismeretes, nagyon akarnok. Tehát azt a célt, amit kitűzött magának, azt hatodik haszakad. El akarja szerezni. Széles a repertoár, amit ő a kezembe belevert. És sokszor volt az versenyen, hogy amikor az egyik nem ment, akkor én hozzá tudtam nyúlni egy másikhoz, egy harmadikhoz. És ez szerintem a kulcsa annak, hogy én szeretem, és ez az egyik erőszámom. Gyors, dinamikus versenyző. És nagyon furfangos, mert nagyon jól tudja használni a különböző akció kapcsolását, illetve azt, hogy az ellenfelet hogy tudja éppen átvágni. Hogyha a hangulata megvan hozzá, akkor ragyogóan tud teljesíteni. Éppen a hullámzó teljesítmény az, amin Robinak változtatnia kell. Ugyanis a kiváló junior eredményei után Pekingre nem sikerült kvalifikálnia magát. Viszont 3 héttel az olimpia után csodálatos mód megnyerte a világkupát. Aztán sérülések miatt kihagyott egy évet. Annyira szerettem volna egyből visszakerülni oda az elitbe, az első 6-ba, első 3-ba, a dobogó tetejére, hogy minden erőmmel, akaraterőmmel törekedtem felé, de ez átváltott egy görcsös akarásba, és ennek meg is ittam a levét. Így történt, hogy tavaly csak 11. lett a világbajnokságon. Mindennek tetejében idén januárban eltiltották a sportolástól, mert születési rendellenességet találtak a szívén. 1 centivel van arrébb az egyik koszorúerem, ami a szívemet ellátja vérrel, mint egy másik normális halandó embernek. Ezért 2 világkupán nem szerepelhetett. Szerencséjére egy professzor bebizonyította, hogy kutya baja, ez a vívóedzésén is látszik, viszont így a kvalifikáció után is csak 9. a ranglistán. Ezzel még lehet olimpiai bajnok akárki, még én is. Kassa Róbert tehát ahelyett, hogy kényelmesen hátradőlne, kőkeményen edz az Európa és a világbajnokságra, ahol várhatóan honfitársai is szereznek majd kvótát.
Bő két hét múlva Szegeden találkoznak a világ legjobb kajakkenusai, ahol a cél egyértelműen az olimpiai részvétel. Belgrádban mutatkozott be először új összetételében a férfi kajak négyes. Természetesen a célok és a tervek most is az aranyérem körül forognak. Négy különböző férfi, egy közös hajó és egyetlen cél. Elég nagy feladatunk van, hogy a kvótát szerezzünk ki a Magyarországnak az olimpiára. Startra készen a világbajnokságon 1000 méteren vízre szálló férfi kajak négyes. A Kammerer Zoltán, Vereckei Ákos, Kucsera Gábor és Boros Gergely által alkotott kvartett jól összeszokott, erős csapatnak bizonyul. Ez a négyes bármelyik eddigi négyessel szemben felveszi a versenyt. Tehát összességében azt gondolom, hogy az olimpiai bajnok négyesemnél kimerem jelenteni, bizonyos fokig jobb. A fiúk ebben a felállásban nem is olyan rég kezdték meg a közös munkát. Négyesünk az igazából elméletben már tavaly megalakult, tehát 2010-es év márciusában kimentünk egy körre, csak akkor 3-4 fokra szakadó eső, hideg szél, és én mondtam, hogy inkább ne erőltessük annyira, mert nem volt jó élmény, tehát nem szeretem hideget, be voltam kötve, tehát nem ment túl jól. Erő volt benne, csak úgy nem jutottunk el odáig, hogy tényleg megnézzük, hogy jó vagy nem jó. És idén tavasszal, akkor mi az Ákossal, mondjuk azt, hogy úgy döntöttünk a mesterre való egyeztetés után, hogy szívesen beülnék a négyesbe, és akkor tök adott volt, hogy a Gáborral és a Gergővel fogunk négyes menni. Belgrádban első Európa-bajnokságokon egy hatalmas küzdelemben csak a negyedik helyet tudták megszerezni. Szívesen talán nem voltunk annyira kiéhezve, mint mondjuk most a világbajnokságra. Ezzel még fogsz állítani? Étvágyokat Szolnokon a Holt Tiszánál próbálják csillapítani. Itt készülnek a 3 hét múlva Szegeden megrendezésre kerülő világversenyre. Majdnem olyanok vagyunk, mint a gyerekek az óvodában, hogy eszünk, alszunk, kicsit dolgozunk. Azon, hogy a verseny az általában az edzéseken szokott eldőlni, szóval ott ki tudod magadból adni a maximumokat, és tudsz hozzá egy magas jó átlagot, akkor a verseny nem fog annyira fájni. Gyorsaságunk az megvan, állóképességünk megvan, igazából azt kell összehozni már csak, hogy tehát összegyúrni vagy rágyúrni, hogy amikor lesz a verseny, akkor legyen egy tökéletes rajtunk, egy tökéletes utazónk, tökéletes indításokkal. Igazából csak ez hiányzik, hogy ezt összerakjuk. A bajnokok a legmodernebb technikai eszközök segítségével készülnek. Stopper, fedélzeti kamera és egy digitális tréner is segíti munkájukat. Mivel csapásszámú sebességet, stopper van rajta. Igazából mindentől egy kajakosnak szükséges. Bizonyos fordulaton belül kell maradni. Elsősorban nekem ezt a célt szolgálja, mert én hajlamos vagyok arra, hogy túlpörgetem magam. Teljesítményüket edzőjük Sári Nándor is felügyeli a napi 2 edzés alkalmával. Ilyenkor a különböző technikákat finomítják és erőllétüket tuningolják. Jó, tessék, akkor fölbízted a sebességet, utána szépen elkezdett szaggatni Zolika, úgyhogy a végére meg is állsz. Minden verseny, amit életbe elindultunk, mindig történt olyan, amire nem számítottunk. Tehát ilyen nincs, hogy rutinból megoldani egy versenyt nem lehet. A csapat összeállításakor különös gondot fordítottak arra, hogy akár csak egy ház megépítésekor minden alkotóelemnek passzolnia kell, a négy kajakosnak is tökéletes összhangban kell együttműködni. Elől az Zolika a maga ritmusával és a maga tapasztalatával és a versenyen való problémák megoldásával szerintem egyedülálló. Én egyesbe is törekszek a legjobb teljesítményre, a legjobb technikára, és ezt beviszem a négyesbe is. Két belső ember, tehát az Ákos és a Kucsi, azok roppant mód munkabírásuk van, húzzák, viszik a hajót, azon kívül tudnak együtt tevezni a másikkal. Én másokért én nagyon jól tudok küzdeni, magamért egy egyesbe bedőlni, és tavaly tevet, hogy annyira nem, hanem így beletojtam a dolgokba, viszont párosban, négyesben viszont nagyon tudok küzdeni mások, és jól érzem magam. Szóval én szeretem az itt az egységet. A Geri, ő a csapat legerősebb és a leggyorsabb embere, és adott esetben egy indításnál, rajtnál, hogy a táv közben indításoknál, amikor legalább két emelést, de lehet, hogy még hármat is el kell viselnünk, ott van szerepe, és ott kell nagyokat alakítani ebben a négyesben. Mondtam a jegyzésen, hát az eddigi csúcssebességet sikerült überelni, hogy ez
ez nagyon pozitív, és egyre jobb a négyes. Kammerer Zoltán és Vereckei Ákos már kétszer is megízlelhette, milyen ebben a számban olimpián elsőként belvezni a célba, úgyhogy a közelgő világbajnokságon még nagyobb teherrel a vállukon ülnek hajóba. Ez motivációt is ad, meg lehet teher is, de úgy érzem, hogy a csapatot mindenképpen motiválja és tuningolja. A nőknél igencsak jól sikerült az Európa-bajnokság. A két generáció tökéletesen kiegészíti egymást. Csipes Ferenc csapatát edzés közben látogattuk meg. A lányoknak mindegy, hogy esik az eső, vagy fúj a szél, edzés van, tehát menni kell. Mindenkinek megvan a szerepe, melyet a tökéletes összhang érdekében még ebben az időben is gyakorolni kell. Az elsőjük ugye a Gabi, ő irányített, ő szabályozza a négyesnek a ritmusát, a csapását, tehát nekünk igazából azt kell követnünk, amit ő diktál. A második lyuk a Dana, ő az összekötő így az első és a hátsó traktus között. Nekem igazából az a feladatom, hogy úgymond úgy összecsiszoljam a mozgásunkat, tehát hogy jól le kell követnem a Gabit, és ezáltal a Katinak az erejét meg jól tovább kell adnom a Gabinak. Mondjuk mi rávezünk a Gabira, és ő ezt a ritmust felveszi, akkor ő fel tudja a Gabit is, az ő csapását is fel tudja egy kicsit húzni, tehát igazából neki kell mindig mérlegelnie, és úgymond így kicsit így irányítgatni a hátsó embereket, és mi hátul a Katival, mi vagyunk ugye a gépház, tehát mi adjuk az erőt. Ez az egység pedig jelen pillanatban az összeszokás fázisában tart. Jó, nem azt mondom, hogy ez volt az egyik legjobb négyes edzésünk, de annak ellenére, hogy tényleg mindenkin érezhető ez a fáradtság, szerintem egész jó kis edzés volt. Miben kell csiszoladni? Hú, talán hát nem mentünk még pályát. A pályán nagyon fontos az, hogyha indítás van, akkor az egyszerre legyen, talán ebbe az irányváltásokba. Szerintem a ritmust így nem nagyon találjuk meg, tehát hogy vannak ilyen ráelvezések, hol az egyikünk, hol a másikunk, aztán ez kell csiszolni. Van bennem egy kis druk, mert igazából most drókolok először világbajnokságon négyest, és nagyon-nagyon szeretnék bizonyítani. A Danusával nagyon nem kell külön foglalkoznom, mert őt úgy ismerem, mint a tenyeremet, 16 éve kajakozom vele. A Katival már egy kicsit gondba vagyok, mert őt még nem strokkoltam soha, és őnála érzem, hogy egy kicsit lassabban kéne, vagy más technikával. A Dalma abszolút rám bízza magát, szóval ő így beáldozza úgymond a csapathajóba magát, szóval ő miután keveset is megy csapathajót, ő teljesen rábízza magát a többi emberre. A Gabi az, aki ilyen tüzes, vagy nem tudom. A Dalma, aki így próbál így pozitív lenni, hogy jó lesz, jó lesz, jó lesz. A Kati szerintem az a tapasztalat. Én meg ott pergődök közöttük. Én azért elég ilyen öntörvényű és makacs ember vagyok, viszont itt alkalmazkodni kell, és ezt kellett megtanulnom. Dalmának nem csak ezzel kellett megbirkóznia az elmúlt években, hanem azzal a kudarccal is, hogy ő a pekingi olimpián nem lehetett ott. Ahogy elkezdtük ugye a 2008-as őszt, tehát már az olimpia utáni első felkészülést, nekem nagyon rosszul ment az edzés, nagyon sokat ki is hagytam, egy olyan, hát mondom, hogy 4 hónap semmit tevés, egy ilyen plusz 10 kilóval sikerült legurulnom edzésre, és minden edzés, amikor eljött az a pont, hogy innentől már fáj, akkor nem az volt, hogy jó, ezen átküzdöm magam, mert van egy célom, hanem az, hogy mit keresek én itt. Az a pár hónap az rettenetes, fizikailag is, meg lelkileg is nagyon fájt. Igazából én azért vagyok még mindig itt, mert én akkor elhatároztam, hogy igenis ezt a könyvet végig kell írni, és 2012-be kell becsukni, és úgy visszanézni. A könyv becsukása előtt azonban Szegeden még egy világbajnokság is vár a lányokra. Én azt gondolom, hogy mögöttünk van annyi munka, hogy ezt meg kell tudnunk oldani. Nem. Szerintem tudunk nyerni. Lekopogom. Egy igazi kuriózum itt adásunk végén, hiszen ritka pillanat, hogy Mocsai Lajos beenged egy tévéstábot az otthonába. Most megismerhettük a birtokot, és vele együtt a Lajos szobát. Újra edzésben az MKB Veszprém csapata.
Mocsai Lajos néhány napja már a következő bajnoki szezonra készíti játékosait. Edzés előtt a család felsőmocsoládi bázisán kezdtük a napot a mesterrel. Ez az alapvető találkozó, Balaton Lelle vagy itt felsőmocsoládon, így gyülekezik a nagy család. Ami különleges, hogy a gyerekek ebben a korban 25-től 31-néhány éves korig ragaszkodnak, hogy még a szülőkkel egy hetet együtt töltsenek valahol. Nagyon igénylik, hogy közösen együtt legyen, intakt módon a családunk. A Kastély Lajos nemesi származású feleségének felmenőjé volt, ami hatalmas erőfeszítések árán került újra a család tulajdonába. Az elmúlt években ez a hely jelenti Mocsai Lajos számára az igazi kikapcsolódást. Az utóbbi 8 évben itt vagyunk felsőmocsoládon, ahol nagyon nagy erőfeszítések után most ez egy gyönyörű hátteret ad arra, hogy néhány napig itt pihenve az ember, akár télvíz idején, akár a nyári szabadság idején föltöltődjön. Mocsai Lajos büszkeséggel vezet körbe a birtokon, ahol minden egyes szegletnek története van. Mögöttünk van egy kis kápolnánk, amely majd remélem, hogy a gyerekeink keresztelőjét fogja hazai környezetben szolgálni, és nagyon várjuk, hogy a négy gyerekünk, hát most már a bevállalt 3-4, a szülőknek ígért 3-4 gyereket realizálják. A harmonikus családi élet, az imádott hivatás és az értékek, amelyekben szentül hisz, Mocsai Lajos számára ezek a sikeres élet alkotó elemei. 1978 óta kezdtem el az edzősködést, és most már 31 éve. A 31 évből soha nem volt olyan évem, hogy nem volt csapatom. De ebből körülbelül 29-28 év volt, ahol világszintű vagy válogatott, vagy világszintű csapattal dolgoztam. Szeúli olimpiától intve ez lenne a negyedik olimpiám, amit a csapataimmal, férfi és női válogatottal részt vetnék. Ez a nagylabda játékokban nagyon ritka. Még egy kávé és indulni kell az edzésre, hiszen nem szeret késni. Egy óra alatt ott vagyok várhatóan. Hamarosan mi is követjük, de Virginia asszony még megmutatja a ház egyik különleges szobáját. Hát ez a Lajos szobája. Ide hordom össze az összes fényképet, érmet, kupát, és a Lajos rettetesen örül neki. Alig egy óra múlva Mocsai Lajos már a veszprémi régi csarnokban tart edzést játékosainak. Megetetem a védőt, szoktatom, belerobbanok és rögtön visszalépek, ebben lövök bele. Feri, mutasd meg, légy szíves. Nyugodtan, hopp és vissza, el! Fölkészülés múlt héten elkezdődött. Meghatározó játékosok mentek el, és bizony, hogy meghatározó játékosok érkeztek. Mondta, hogy számít rám, jó lenne, ha visszajönnék, elmondta, milyen feladatot bízna rám. Többek között az is szerepet játszott, hogy Veszprémben volt egy két sikeres évünk együtt. Az ötödik évemet kezdem. Itt most hozzáteszem, hogy 3 éve veretlen ez a csapat Magyarországon. Ez nem egyszerű dolog. Édesapámnak is edzője volt, ezért számomra különösen érdekes volt, hogy mit tud nekünk is átadni abból, amit már régen édesapámnak átadott. Ez egy közösségi munka. Kiemelkedő edzői munka nem lehetséges kiemelkedő csapat nélkül, és kiemelkedő játékosok nélkül. Tehát úgy dolgozunk, hogy mind a két fél tudja a másikról, kellő respektel, hogy mit köszönhet a másik félnek. Tehát nálunk ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy nagyon egyszerű kis csapat ilyen téren, mert tényleg régóta ismerjük egymást, és már nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is, és igazából nincsenek konfliktusok köztünk. Egy edzőnek meg kell teremteni azt a félelem nélküli közeget, amiben a játékos felszabadult a nagy szabadságfokkal, óriási örömét lelve a munkába, azonosul a feladatával, és mindig szoktam mondani, hogy úgy készülj, hogy veled szemben a saját posztodon legalább 15 játékos van, akivel összekerülhetsz, aki jobb akar ma is, meg holnap is lenni, mint te vagy. Adásunk végén szokásos játékunk következik. Két héttel ezelőtti kérdésünkre adott helyes válasz Shanghai, a győztes neve a képernyőn látható. A mai kérdésünk sem lesz nehéz, ki szerezte az első európai öttusa kvótát. A megfejtéseket a képernyőn látható e-mail címre várjuk. Találkozhatnak velünk a Facebookon és persze a www.utlandomba.hu weboldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra! A Magyar Olimpiai Csapat gyémántfokozatú főtámogatója. Sportolóink utitársa a Béres Sportszerű.